Nekem az a hobbim, hogy ilyen kézműveskedek, és rajzolok, és itt mindent, amit szeretek, itt csinálunk, és ezért szeretek itt lenni. Ez a kislány ezért választotta tavaly nyáron a Paksi Képtár táborát, de ha valakit inkább mondjuk a történelem vagy a sport érdekel, szintén találhatott a helyi tábori kínálatban ízlésének megfelelőt, ami idén sincsen másként. A tájékozódást, választást megkönnyítendő az önkormányzat idén is megjelenteti a táborozási kalauzt. Segítséget szeretnénk nyújtani a szülőknek, hiszen ezt már korábban elmondtam, 11 hét az nagyon sok ahhoz, hogy elfoglaltságot, értelmes elfoglaltságot találjanak a gyerekeik számára, és gondoltuk, hogy ha egy csokorban átnyújtjuk ezt a kínálatot, akkor segítünk ezzel. A táborozási kalauzban idén is szerepelnek kínálatukkal az általános iskolák, a Csengei Dénes Kulturális Központ, a Dunakömlödi Faluház, a Városi Múzeum, a Paksi Képtár, az ASE és a PSE. Az önkormányzat a kiadvány mellett más segítséget is nyújt a családoknak. Az iskolai táborokat támogatja az önkormányzat, egyébként az intézmények saját hatáskörben szervezik meg ezeket a táborokat, és feltüntetjük mindig az árat természetesen. Jellemzően nem növekedtek, vagy csak nagyon kis mértékben, tehát megfizethetőek ezek a táborok. A táborozási kalauz összeállt, már a nyomdában van, a tavalyi évhez hasonlóan 500 példányban készítik el. A tájékoztató füzethez az oktatási intézményekben, a kulturális központban, a könyvtárban és a polgármesteri hivatalban lehet hozzáférni, várhatóan már a hétvégén.